Szóval a szeminárium címe nem én adtam neki, hanem Ádámék észérvek Isten létezése mellett. Miért van szükség észérvekre, és miért kell egy ilyen szemináriumot megtartani? Ugye alapvetően azért merült fel ez az igény a keresztény filozófia, illetve a természeti teológia részéről, hogy szolgáltassunk Isten érveket, és mindenképpen valamilyen módon támasszuk alá észszerű érvekkel azt, amiben mi hiszünk, mert a felvilágosodás során egy olyan kritérium támadt a racionális meggyőződések kapcsán, hogy csak azt érdemes racionálisan elfogadni, amit alátámasztanak bizonyítékok vagy megfelelő meggyőző érvek. Amit nem támasztanak alá meggyőző érvek, azt nem racionális elfogadni, így el kell a gondolkodó embernek el kell vetnie. És ezt hoztam, ezelőtt is voltak természetesen istenérvek, kicsit más célra, de alapvetően ezt hozta a természeti teológia és az istenérvek egyik reneszánszát, és ezért kell egyes filozófusok és teológusok szerint észérvekkel foglalkoznunk. Viszont majd a szeminárium végén amellett fogok érvelni, ellentmondva a címnek meg annak, amit eddig mondtam, hogy nem kellenek érvek ahhoz, hogy racionális legyen a mi hitünk Istenben. De alapvetően így fog kinézni a mai előadás, egy outline-t láthattok. Először megpróbálom megalapozni, hogy miért lehet és miért kell érvelnünk Isten léte mellett. Vannak, akik a tudományfilozófiai oldalról próbálnak meg érvelni az Isten érvekkel szemben, és azt mondani, hogy nem lehet érvelni Isten léte mellett, és vannak, akik episztemológiai kihívást állítanak a keresztények, és az Isten érvekkel szemben, ilyen Cartbart, és hogyha megalapoztuk, hogy egyáltalán miért érdemes ezekkel az érvekkel foglalkozunk, akkor két érvet fogunk megnézni, az egyik az észből vett érv, C.S. Lewis-i változata, magát az érvet, a kritikákat, az ekkörüli vitát röviden, és ami hangsúlyos lesz, az pedig a másik érv Alvin Plantingának, a Felix Culpa elnevezésű érve, ami arról fog szólni, hogy hogyan lehet az, hogy a világban levő rossz igazolja Isten létét, és hogyha Isten egy olyan világot szeretne nekünk teremteni, ami a lehető legjobb világ az emberek számára, akkor miért kell, hogy olyan világot teremtsen, ami a miénk, és ami tele van rosszal, bűnnel és szenvedéssel. És a végén pedig az utolsó pontban azt a kérdést szeretném megvizsgálni, mire elég az Istenérv, és hogy elég egyáltalán bármire, és a református episztemológia koncepciójáról néhány szót szeretnék majd szórni röviden. Tehát lehet-e érvelni Isten léte mellett? Ugye maga a természeti teológia projektje foglalkozik az Isten érvekkel, és a természeti teológiát, hogyha meg kellene fogalmaznunk, akkor ennek a projektnek a lényege az az, hogy speciális kinyilatkoztatás nélkül, tehát elvetve a Koránt, a Tórát, vagy a Bibliát, a keresztény Bibliáját, ezek nélkül, a kinyilatkoztatások nélkül prezentáljunk filozófiai érveket Isten léte mellett. Ezek alapján, az érvek alapján, a természeti teológia érvei alapján általában egy olyan Istent tudunk megkapni ezeknek az érveknek a végén, ami rendelkezik néhány speciális tulajdonsággal. Mindenható, végtelen, akár tökéletesen jó. De azt nem tudjuk meg ezeken az érveken keresztül általában, hogy például Istennek mi a terve a világgal, mi a terve az emberekkel, vagy általában nem tudjuk meg azt, hogy Isten szent háromság Isten, tehát nem is speciális Isten mellett érvelnek ezek az érvek. Az általános természeti teológia, tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy a teizmust tudja igazolni, hogy a teizmus az a nézet, ami szerint létezik egy Isten, ami teremtette az univerzumunkat, és azt fenntartja, és esetleg csodákon keresztül beavatkozik a világba. Tehát, amikor azokat a kérdéseket tesszük fel, hogy védhető-e maga mondjuk a kereszténység, vagy a természeti teológia racionális úton, vagy alátámasztja a kereszténységet, bármilyen érv vagy bizonyíték, akkor a természeti teológiát hívjuk segítségül, és mivel van egy ilyen projektünk, a természeti teológia, ezért kimondhatjuk azt is, hogy a vallási képzeteink, tehát azt, amit mi hiszünk, és amiben mi élünk, azok lehetnek vagy igazak, vagy hamisak. Tehát ez nem egy olyan állítás, mondjuk a keresztény, én keresztény vagyok, ami sem nem igaz, sem nem hamis, hanem vagy igaz, vagy hamis. És ennek az igazsága, vagy a hamissága intellektuális úton megállapítható, vagy legalábbis valószínűsíthető.
Nézzük meg akkor egy tudományfilozófiai kihívást a természeti teológiával, és úgy általában a teizmussal szemben. Több is van, erről készítettem nemrég egy tanulmányt, amit az Evangéliumi Fókusz című labban lehet olvasni. Vannak falszifikációs, verifikációs kihívások, tudományos kihívások a természeti teológiával szemben, de én az egyik talán leginkább képpé alakítható kihívást hoztam el nektek, Anthony Flew-nak a Theology and Falsification című írásában található a láthatatlan kertész példázata, és Flew azt próbálja ezáltal a példázat által illusztrálni, illetve bizonyítani, hogy Isten létét mivel nem tudjuk falsifikálni, ezért nincs értelme annak a kijelentésnek, hogy Isten létezik, és mivel ez egy értelmetlen kijelentés, ezért nem érdemes vele foglalkozni. A láthatatlan kertész példázata az így hangzik, így írja le Flew. Két felfedező egy tisztással érkezik a dzsungelben. Virágok és növények mindenfelé, és egyikük azt állítja, hogy egy kertész gondozza azt a tisztást, amihez odaérkeztek, a másik azonban tagadja ezt. Felállítják a sátrukat, és mind a ketten őrt állnak, és várják a kertészt. A kertész viszont sehol. Talán láthatatlan ez a kertész, mondja egyikük. További módszerekkel, írja Flew, vérebekkel, elektromos kerítéssel, ezekkel próbálják megállapítani, hogy a tisztást gondozza-e valaki. Noha ezt végül semmilyen módszerrel sem sikerült bizonyítani, az első felfedező mégis töretlenül hisz a kertész létezésében, mondván, hogy igenis jár ide titokban egy kertész. Láthatatlan, érinthetetlen, olyan, hogy nem fog rajta áramütés, nem hagy maga után hang és szagnyomokat, és gondozza ezt a kertet, amit olyannyira szeret. A másik felfedező elutasítja ezt a kijelentést. Azt állítja, hogy semmi különbség sincs ama két eshetőség közt, hogy létezik a láthatatlan, megérinthetetlen, örökké illékony kertész, illetve hogy elképzelünk egy efféle kertészt, vagy hogy egyáltalán semmilyen kertész nem létezik. Itt van tehát ez a példázat, aminek van egy kiinduló állítása, létezik egy láthatatlan kertész. Ugye értelemszerűen Flew ezt Istennel vonja párhuzamban, és ez egészen odáig redukálódik, miután semmivel sem tudják igazolni vagy cáfolni ennek a létét, hogy valami teljesen más állítása lesz annak a felfedezőnek, aki azt állítja, hogy létezik egy láthatatlan kertész, mint ami az eredeti kiinduló pontja volt. És azok az ellenvetések, amik cáfolhatnák ennek a kertésznek a létét, ugye például itt a kerítés, és nem rázott senkit, a vadászkutyák nem találtak senkit. Ezek a megdöntők, amik cáfolhatnák az állítást, addig kerülnek a második felfedező által elvetésre, amíg egy olyan gondozót, vagy olyan kertészt kapunk, amiről tulajdonképpen semmit nem tudunk elmondani, vagy legalábbis ami kapcsán semmi olyan dolgot nem tudunk felhozni, ami cáfolhatná ennek a kertésznek a létét. Ez azért fontos, mert ahogyan a tudományban is ma megjelenik a falszifikáció, tehát ez az egyik kritérium a tudományos állítás, hogy lehessen falszifikálni, azaz cáfolni. Úgy, hogyha valamit nem tudunk falszifikálni, mondja ez a tudomány filozófiai nézet, akkor erről nincs értelme beszélnünk. Ez nagyon röviden egyébként így lehetne felírni Flew érvét, hogy ha Isten létét nem tudjuk falszifikálni, akkor nincs értelme annak a kijelentésnek, hogy Isten létezik. Isten létét nem tudjuk falszifikálni, tehát ugye nem tudjuk még elméletben sem cáfolni, tehát nincs értelme annak a kijelentésnek, hogy Isten létezik. Flew-val szemben Richard Swinburne hozott egy ellenvetést, és ezzel az ellenvetésével próbálta meg azt bizonyítani, hogy igenis egy csomó olyan kijelentésünk van, amit nem tudunk cáfolni, nem tudunk elméletben sem falszifikálni, tehát falszifikálhatatlan, mégis értelmes kijelentésnek tartjuk őket. Hogyha kimondjuk, akkor mindenki el tudja képzelni, hogy miről van szó. Richard Swinburne, egy 20. századi angol szász vallásfilozófia egyik kiemelkedő alakja, és Swinburne ezt a példát hozza. A következő kijelentést egyszer régen, míg mielőtt ember vagy bármely más értelmes lény élt volna a Földön, a Föld felszínét tenger borította. Ez egy olyan kijelentés, amit bárki megérthet anélkül is, hogy a legcsekélyebb fogalma lenne azokról a geológiai bizonyítékokról,
amik a fenti állítás mellett vagy ellen szólnak, illetve arról, hogy miként is kellene megtalálni ezeket a bizonyítékokat. Magyarán elmegyünk egy óvodába, és azt mondjuk, hogy valamikor régen a Föld egész felszínét nagy tenger borította, vagy óceán borította. Ezt egy óvodás is megérti, pedig semmit nem tud az érvekről, amiket felhoznak ez ellen, vagy amit fel lehet hozni emellett. Kérdés az, hogy lehetséges másfajta úton igazolni azt az állítást, ami szerint nem érdemes nekünk foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy védhető-e az Isten hit józan ésszel, vagy észérvek alapján. Ez a másik út, ugye most eddig a falszifikációs kihívásról volt szó, az úgynevezett episztemológiai kihívás, amit Karl Barth támasztott a természeti teológiával szemben. És Barth abból indul ki, hogy az emberi értelem a bűneset folytán olyannyira megromlott, hogy tulajdonképpen semmit nem tudhatunk meg az Istenről a tiszta észvényében, csak is a kinyilatkoztatásból ismerhetjük meg Istent, ezért a kinyilatkoztatáshoz kell fordulnunk. És Karl Barth azt is állítja, hogy az az Isten, amit a természeti teológia tud igazolni, ugye amiről itt az elején volt szó az előadásban, egy olyan Isten tud ugye a természeti teológia igazolni, amiről csak azt tudhatjuk meg, hogy végtelen tértől időtől független, és a többi az univerzumunk teremtője, de semmi speciálisat, ugye ezt hívjuk a filozófusok istenének. Barth szerint a filozófusok istenének nem sok vagy semmi köze nincs a vallásos hit istenéhez, tehát ahhoz az Istenhez például, akiben mi keresztények hiszünk. Éppen ezért természeti teológiai érvekkel nem érdemes foglalkoznunk, mert azok csak a filozófusok istenét képesek igazolni. Barth szerint a Biblia is így gondolkozik, vagy a bibliai írók is így gondolkodtak. Nem foglalkoztak a filozófusok istenével, nem foglalkoztak észszervekkel, egyedül a vallásos hit istenével foglalkoztak. És ez egyel több ok Barth számára, hogy elvesse a természeti teológiát és ezt az egész projektet. Ezzel kapcsolatban egyébként sok ellenvetés lehet támasztani, és támasztottak is, nem véletlenül van természeti teológia annak ellenére, hogy Barth ezeket megfogalmazta. Például csak azért, mert a Biblia nem tartalmaz Isten érveket, vagy a bibliai szerzők nem kezdtek el Isten léte mellett érvelni szisztematikusan, ez még nem jelenti azt, hogy ezt rosszallanák, vagy ha valaki ezt teszi, akkor azt mondják, hogy ezt nem kéne. Tehát a Biblia alapból nem tiltja azt, hogy érveket fogalmazunk meg Isten létével szemben. Ráadásul vannak vázlatos Isten érvek is a Bibliában, például a Róma 1.19.21. Aztán ugye Barth azt mondta, hogy annyira megromlott az értelmünk, hogy kinyilatkoztatás nélkül semmit nem tudhatunk meg Istenről, de hogyha ennyire megromlott az értelmünk, ahogyan Barth ezt állítja, akkor nem csak, hogy filozófiai úton nem tudhatunk meg semmit Istenről, hanem minden más kereszténységre irányuló reflexiót is el kell utasítanunk, még akkor is, hogyha az szigorúan keresztény elvekből indulna ki. Tehát, hogyha az értelmünk gyökeresen megromlott, ahogyan Barth állítja, akkor el sem tudunk kezdeni gondolkodni azon, hogy például a keresztény tételeink igazak-e vagy hamisak. Hiszen olyan romlott a mi értelmünk. Ugye Barthnak volt az a híres mondat, hogy Isten teljesen más, mint mi, éppen ezért nem tudunk eljutni hozzá észérveken keresztül, ráción keresztül. Ezzel viszont az a probléma, hogyha ennyire más Isten, mint mi, akkor tulajdonképpen miért jelentette ki úgy magát a Bibliában, ahogyan mi őt ismerjük? A Bibliában egy csomó tulajdonságot megtudunk Istenről. Olyan kifejezésekkel írja le a Biblia Istent, amiket alkalmazunk mi magunkra is. Szerető Isten, gondvisel Isten, vannak érzelmei, ugye vannak az antropomorfizmusok, antropopatizmusok, ugye Istennek van keze, és ebben mondjuk kezében tartja a világot. Persze tudjuk, hogy Istennek nincsen keze, de mégis valamilyen formában Isten alkalmazkodott a mi felfogó képességünkhöz. Így valamilyen formában mi is közelebb tudunk hozzá kerülni, és így mondhatjuk azt, hogy az Isten hitnek a természete felveti az igazolhatóság vagy megalapozottság kérdését. Tehát azt mondhatjuk, és ez a konklúzió így az elejére, hogy semmiképpen sem helytelen elgondolkodunk azon a kérdésen, hogy az Isten hit védhető-e érvekkel, bizonyítékokkal vagy más hasonlókkal. És így jutunk el C.S. Lewis észből vett érvéig. Ugye C.S. Lewis nevét talán nem kell bemutatni, több híres könyve is van, keresztény vagyok talán az egyik legismertebb apologetikai műve, de
az észből vett érve, ami nagy port kavart a 20. század közepén, az a Csodák című művében jelent meg. Először 1947-ben, majd később a kritikák hatására az átdolgozott kiadásban ezt az észből vett érvet ő is átdolgozta, tehát nem csak az egész művet dolgozta, hanem az érvét is revideálta Louis. Az észből vett érvek, és ez nem csak a Louis-i érv létezik ezzel kapcsolatban, hanem ott van Alvin Plantingának az evolúciós érve a naturalizmussal szemben. Ezek az érvek azt hivatottak felmutatni, hogy azok az előfeltevések, illetve feltételek, amik számunkra szükségesek ahhoz, hogy matematikát tudjunk művelni, és természettudományokat tudjunk művelni, ezek a feltételek megkövetelik azt, hogy elvessük a naturalizmust, vagy materializmust. Ugye a materializmus, illetve a naturalizmus az a világnézet, ami szerint csak az anyag van, minden az anyagra redukálható vissza, és minden az anyagból fejlődött ki, és az csupán az anyag másféle elrendeződése, mondjuk ez a szék, mint az az asztal, vagy én, és ez az asztal között semmi különbség nincsen. Na most, hogyha matematikát és tudományt akarunk művelni, akkor ezt a nézetet, a materializmust el kell vetnünk, erről szól az észből vett érv. Hogy is néz ki Louisnak az érve? Hogyha három pontban kéne összefoglalnunk, akkor ezt mondhatnánk erről. A naturalizmus szerint minden a világon fizikai okok következménye, beleértve azt a folyamatot is, amikor racionálisan premisszákból konklúziókra következtetünk. Ugye ez a naturalizmus definíciója. A fizikai okok, illetve a fizikai okok által meghatározott folyamatok azonban nélkülöznek mindenfajta tudatosságot és célt. Tehát, hogyha a fáról leesik egy levél, abban nincs semmi cél, nincs semmi tudatosság. Hogyha megvillen ez az asztal, leesik róla a projektor, abban nem lesz semmi cél, nem lesz semmi tudatosság. Fizikai okok, tehát ezeket nem tartalmazzák. És mivel ugye a naturalizmus szerint minden fizikai okok következménye a világon, így az emberi gondolkodás is, ezért az emberi gondolkodás is egy irracionális folyamat eredménye, tehát ugye nélkülöz mindenféle tudatosságot és célt. Tehát a mi gondolkodásunk tulajdonképpen egy irracionális gondolkodás. Így az Louis érve is, általában az észből vett érvek is azt támasztják alá, hogy a naturalizmus, illetve a materializmus maga öncáfoló elmélet. Tehát ha igaz, akkor hamis. És nincs értelme vele foglalkozni. Amikor még mielőtt rátérnénk a Louis-i érvre, azt el szeretném mondani, hogy amikor naturalista alapon gondolkodom, és hogyha a naturalizmusnak igaza van, és hogyha belehelyezkedem az ő cipőjükbe, és azt mondom, hogy valamit racionális indokok alapján hiszek, akkor tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy én ezt csak képzelem, ez csak illúzió a számomra. Nincs semmilyen racionalitás mögötte, nincsen semmilyen értelmes következtetés mögötte. Ez csak illúzió számomra, hogy valamilyen logikus következtetésre jutottam bármi kapcsán. Tulajdonképpen egyébként semmi más nem történt, csak az agyamban levő molekulák mozogtak, léptek kölcsönhatásba, a neuronok sültek ki, de tulajdonképpen ennyi és nem több. Éppen azért, mert a fizikai folyamatoknak semmilyen célja nincsen. Ezért azt kell állítanom, hogy ha naturalista vagyok, hogy az én racionalitásomat irracionális folyamatok határozzák meg. Ha viszont a naturalizmusnak nincs igaza, tehát a mi világnézetünk az igaz, akkor feltételezhetem, hogy ezt az alapok és a ráépülő következtetések közti viszonyt, amit Louis nevez, hogy ground consequence relation, consequent relation, ezt valamilyen bennem levő, racionalitással bíró ágens, tehát a lelkem okozza, ami észleli a körülöttem levő világot, és független a bennem levő anyagi folyamatoktól. Következőképpen lehet ezt formalizálni. Egyetlen gondolat sem érvényes, ha teljes mértékben megmagyarázható irracionális okok eredményeként. Ez egyértelmű. Ha naturalizmus igaz, akkor minden ilyen meggyőződés irracionális okokkal magyarázható. Ha tehát a naturalizmus igaz, akkor egyetlen gondolat sem érvényes. Viszont, hogyha egyetlen gondolat sem érvényes, akkor az a gondolat sem érvényes, hogy a naturalizmus igaz. Ezért, ha a naturalizmus igaz, akkor a naturalizmus igaz, gondolat nem érvényes.
Egy olyan tézist, aminek az igazsága maga után vonja a meggyőződésének az érvénytelenségét, azt a meggyőződésének az érvénytelenségét, hogy maga a tézis igaz, ezt el kell utasítani, és a tagadását kell elfogadni, ezért a naturalizmust el kell utasítani, a tagadását pedig el kell fogadni, tehát azt kell mondanunk, hogy nem igaz a naturalizmus. Ez tehát Lewisnak az érve. Amikor ez az érv megjelent, akkor Elizabeth Anscombe, egy hölgy, egy római katolikus filozófus, aki egyébként Wittgenstein tanítványa volt, szembeszállt ezzel az érvel, és vitázott Lewis-szel, egész heves vitájuk volt, és felvetett elég sok ellenérvet, amikre megpróbált Lewis felelni, akkor ez egy konferencián vetette fel ezeket, de nem nagyon sikerült neki, már Lewisnak megfelelni ezekre az érvekre, és nem akarom az összeset bemutatni, amit Anscombe felvetett, csak néhány kérdést, ami alapján majd láthatjuk, hogy miért kellett C.S. Lewisnak revideálnia ezt az érvét. De azt a kérdést feszegette többek közt Anscombe, hogy helyese, ha Lewis fizikailag okozott eseményekről úgy beszél, mint aminek irracionális okai vannak. Ugye itt az a lényeg, hogy az irracionalitás és a nem racionalitás az nem ugyanaz. Ezt remélem érzékeljük mi is, hogyha azt mondom, hogy valami irracionális, valamilyen következtetésem vagy gondolatom irracionális, az nem ugyanaz, mint hogyha nem racionális lenne. Mert az irracionális az nem lehet igaz, a nem racionális viszont lehet igaz, maximum azt jelenti, hogy én nem racionális úton jutottam el erre a következtetésre. De attól még lehet igazam. Ha valami irracionális, akkor ott még igazam sem lehet. Tehát Anscombe szerint Lewis... az irracionális például az, hogy... Igen. Például, igen. Tehát nem logikus úton, hanem olyan úton jutottam el arra a következtetése, ami rossz út. De mégis jó a következtetésem, csak rossz úton jutottam el oda. Igen. Tehát az eredeti érvében, ahogy láthatok is, itt az irracionális és irracionalitást használja Lewis, de Anscombe ebbe beleköt, mert a fizikai folyamatok nem feltétlenül kell, hogy irracionálisak legyenek, lehetnek csak nem racionálisak. Miért ne lehetne tehát? Ezért a természeti oksági folyamat egyszerre, mondjuk az agyamban természetes okok működése, és ugyanakkor egy logikus érvelés, ami egy jó konklúzióra jut. Ezért revideálta Lewis az érvét, és tulajdonképpen nem csinált más, csak kicserélt az irracionális nem racionálisra, és egy kicsit gyengítette tulajdonképpen a konklúzióját, és azt mondja, vagy illetve azt mondta, hogy igazából a naturalizmus, hogyha igaz, akkor nehezen védhető, vagy nem túl plauzibilis világnézet, vagy annyira nehezen védhető, hogy nincs értelme tartani, de nem mondja azt, hogy öncáfoló elmélet. Jó. Ami viszont kérdés, és ami az egésznek a szívét meghatározza, az, hogy hogyan tekint Lewis, és hogyan tekintenek az észből vett TF képviselői arra a folyamatra, ami tulajdonképpen a naturalista világkép szerint meghatározza az embert, és amely folyamat révén mi is itt vagyunk, ez pedig az evolúció. Tehát az evolúció és a tudat kérdés és az ész kérdése itt a döntő. Tehát igazolhatja az evolúció maga egy naturalista rendszerben a mi racionalitásunkat. Ugye Lewis azt állítja, hogyha egy materialista világban megszereztük a racionális következtetés képességét. Tehát itt vagyunk, végbe ment az evolúció, és megszereztük ezt a képességet, akkor annak vagy az evolúció folyamatában, vagy a tapasztalat révén kellett kialakulnia. Ugyanakkor azt mondja, hogy az evolúció, és ez egyébként minden egyes naturalista el kell, hogy fogadja, mindig a környezetre adott jobb válaszokat szelektálja. Tehát azért túl, nem az erősebb, hanem az, aki jobban tud a környezeti változásokra és hatásokra reagálni. Viszont ezen a probléma az, hogy hát az evolúció úgyis ki tudja szelektálni a jobb túlélő képességgel bíró egyedeket, hogy az nem kapcsolódik semmilyen racionalitás. Tehát egyszerűen csak jönnek-mennek a folyamatok, szelektálódnak a dolgok, és nem kell, hogy olyan lények jöjjenek létre, amik képesek logikusan következtetni. Elég, hogyha túlélnek. Az evolúció anélkül is megtehetni a szelekciót, ténylegesen következtetési képességgel bíró tudást ad nekünk. Egy hosszabb idézetet szeretnék felolvasni nektek, mert szerintem ebből egészen könnyen megérthető Lewis gondolatmenete. Ugye ezt írja, hogy ilyen formán a csodákban gondolataink egykor nem voltak értelmesek. Olyanok voltak, mint amilyen jó részük még ma is. Pusztán szubjektív események, s nem az objektív igazság megragadásának eszközei. Amelyeknek volt egyáltalán rajtunk kívülálló oka,
azok, mint a fájdalom, ingerek kiváltotta reakciók lehettek. Természetes kiválasztódás ebben csak úgy érvényesülhetett, hogy közülük a biológiailag hátrányosokat kiiktatta, a túlélést elősegítőket pedig szaporította. Az viszont alig ha képzelhető el, hogy az ingerekre adott reakciókat bármiféle fejlődés a megismerés mozzanataivá alakíthatná, vagy akár csak közelítene ehhez. A reakció és az inger közti viszony egészen más, mint ami a megismerés és a megismert igazság között van. A mi fizikai látásunk sokkal hasznosabb reakció a fényre, mint azoké a lényeké, amelyek csak egy fényérzékeny folttal rendelkeznek. Ez a tökéletesebb látás és minden téren lehetséges további fejlődés mégsem viszi a fényre adott reakciót egy hajszálnyival sem közelebb a fény megismeréséhez. Tény, hogy a látás elengedhetetlenül szükséges volt a fény megismeréséhez, ám tudásunkat kísérleteknek és az azokból levont következtetéseknek köszönhetjük, nem pedig a reakcióink finomodásának. Nem azok ismerik legjobban a fényt, akiknek különösen jó szemük van, hanem akik megfelelő tudományokban jártasak. Hasonlóképpen környezeti ingerek kiváltotta lélektani reakcióink, például vonzódásunk, tartózkodásunk, örömeink, vágyaink, biológiai szempontból bármeddig felülinek is csak reakciók maradnának. Nem értelmes természetű reakcióinkat az efféle tökéletesedés soha nem változtatja át valódi következtetésekké. Fejlődésünk sokkal inkább úgy fogható fel, mint a túlélésre való törekvésnek egy másik változata, szemben az értelemmel. Egy olyan szabályozás, amely biztosíthatná, hogy mindent élvezzünk, ami a hasznunkra válik, és mindentől undorodjunk, ami árt nekünk, s ráadásul mindig a haszon meg az ártalom nagyságának megfelelő mértékben, nem kevesebb szolgálatot tenne nekünk, mint az értelem, sőt adott esetben többet is. Tehát adott esetben jobban is járnánk, hogyha pusztán mindenféle logikus következtetés nélküli reakciókból állna a mi életünk, hogyha igaz a naturalizmus. Viszont ezek után Lewis azt állítja, hogy a teizmus legalábbis elkerülheti azokat a problémákat, amiket a naturalistáknak szembe kell nézni, és kezdve első és utolsó idézetem, vagy a második és utolsó idézetem Lewis-tól, amikor ezt mondja, ilyen feltételek mellett a teista álláspontja majdnem olyan elképesztő agyrém, mint a naturalistáé. Majdnem, de mégsem egészen, ugyanis nem tetézi a dolgot egy sommás tagadás arcátlanságával. Csak hogy a teista nem kénytelen elfogadni ugyanazokat az alaptételeket. Őt nem köti az a nézet, miszerint az értelem viszonylag új keletű fejleménye egy olyan folyamatnak, amelyben csak a biológiailag hasznos választódik ki. Számára, mármint a teista számára az értelem, mint isteni értelem megelőzi a természetet, amelynek rendje, képessé téve bennünket arra, hogy megismerjük, belőle származtatható. Szerinte az emberi szellemet a megismerés aktusában az isteni értelem világosítja fel. A teista felfogás szerint az emberi értelem kellő mértékben megszabadult a természeti kauzalitás béklyóitól, hogy csak a megismert igazság határozhassa meg. És ha magán a természeten belül léteztek az értelem megszabadításához vezető folyamatok, azoknak eleve ez volt a rendeltetésük. Tehát az egész észből vett érvnek és a Lewis-i gondolatmenetnek összefoglalásul annyi a lényege, jobban járnánk, ha a naturalizmus igaz, hogyha nem lenne értelmünk, nem lenne logikus következtetési képességünk, és egyébként, hogyha a naturalizmus és az evolúció igaz, ezt is kellene várnunk. De tegyük fel, hogy elfogadjuk Lewis érvelését, és azt mondjuk, hogy valamennyire meggyőző meg, hogy az észből vett érvek nagyjából meggyőznek bennünket, mégis akár az evolúción keresztül a világtörténelem folyamatában számos olyan, akár fölösleges halált is tapasztalhatunk, vagy szenvedést tapasztalhatunk, ami, hogyha Isten létezik, aki mondjuk akár az evolúciót is elindította, vagy elrendelte, és adta nekünk a lelket, hogyha egy jó Isten létezik, akkor ezt nem kellene tapasztalnunk. Tehát mihez kezdjünk? A rosszal, ugye a rossz problémájával általában a keresztényként mindannyian találkozunk. Büchner mondta azt, hogy az ateizmusnak a szikla alapja a rossz problémája. És ezért fontos nekünk ezzel foglalkoznunk, így a következő érv, a Plantingai Felix Kulpa érv, az a rossz problémájából
indul ki. Ugye, hogy mihez kezdünk mi a rosszal? Arra egy csomóféle válasz van, és sokféle út van. Vannak a különböző védekezések, a szabad akarati védelem, ami azt mondja, hogy azért van a világban rossz, hogy az ember, mert az embernek van szabad akarata és döntési képessége. Van a léleképítés, vagy lélekformálás, hogy ezeket nevezzük teodíciáknak. A lélekformálás, ami azt mondja, hogy azért kell a rossz, hogy általa a mi lelkünk fejlődjön és tökéletesedni tudjon. Például, ha nem lenne megbántás, mint rossz, akkor én soha nem tudnám, hogy mit jelent a megbocsátás. Erre épít a léleképítő teodíciák egy része. Aztán van a szkeptikus teizmus, mint megoldási lehetőség a rosszra, ami azt mondja, hogy korlátozott emberi képességünk van, és megismerési képességünk, ezért nem tudhatjuk azt, hogy Isten miért engedi meg ezt a rosszat, nekünk nincs ezt hozzáférésünk. Hát szkeptikusnak kell lennünk, de nem mondhatjuk azt, mivel nem tudhatjuk, hogy összeegyeztetetlen a világban levő rossz Isten létével. Alvin Plantinga úgy gondolta, hogy ezek a teodíciák nem jók. Azt mondja itt az idézet, és itt azt kell mondanom, hogy a legtöbb kísérlet, amely azt próbálja megmagyarázni, hogy Isten miért engedi meg a rosszat, magyarul a teodíciák, langyosnak, sekélyesnek és rendkívül komolytalannak tűnnek számomra. Alvin Plantinga, akinek az érvéről szó lesz, és aki ezt a kijelentést tette, egy Templeton díjas, szintén ma is élő keresztény, teista filozófus, Notre Dame Egyetemnek volt a professzora, a filozófia professzora, és szintén benne van a 20. század legmeghatározóbb filozófusai között, episztemológiával, ismeretelmélettel foglalkozik. És van egy tanulmány, aminek az a címe, hogy Supralapsarianism or O Felix Culpa, erre arra tesz kísérletet, hogy egy olyan nézőpontot mutasson fel nekünk, ami segít megérteni azt, hogy miért van rossz a világban, és ez a nézőpont segít abban is, hogy Krisztus inkarnációjának és engesztelésének, tehát a Szent Háromság Isten második személynek az a testetöltésének és engesztelésének a szükségszerűségét vagy szükségességét is megmagyarázza. Planting abból indul ki, hogy Isten célja az, hogy egy olyan világot teremtsen az ember számára, ami, hát így lehet fogalmazni, egy bizonyos csodálatos értékszintre emelkedik, tehát egy olyan világ, ami számunkra, ha mondjuk fogalmazhatunk így, a lehető legjobb világ, az ember számára lehető legjobb világ, tehát nem egy szadista Istennel van dolgunk, aki azért teremti meg az embereket, hogy aztán kínoszhassa őket. Ennek a legjobb világnak, lehetséges legjobb világnak van egy értékszintje. És ez az értékszint csak a megtestesülés és engesztelés által érhető el. Magyarán a tökéletes, vagy lehetséges legjobb világot csak akkor érjük el, hogyha Krisztus megtestesül és benne van az engesztelés, viszont ehhez szükségünk van a bűnesetre és a bűnre és a bűn következményeire, tehát a rosszra és a szenvedésre. Mert hát minek ölcsön testet Krisztus is engesztelje ki az atyát, ha nincsen bűn. Ugye érted? Viszont ahhoz, hogy az engesztelés megtörténjen, ahhoz kell a bűn, és az, hogy a lehető legjobb világban éljünk, ahhoz ezek mind kellene. Kell a megtestesülés, engesztelés, és így a bűn. Ez a Felix Culpa érvelésnek a lényege, és ahhoz, hogy ezt megértsük, illetve eljussunk erre a konklúzióra, először Plantinga tesz négy ellenvetést, vagy bocsánat, nem négy ellenvetést, négy tézist fogalmaz meg, amik ennek az egész érvelésnek a középpontjában állnak. Ezek a tételek. Az első az az, hogy a világot jóvá tevő minőségek közt találjuk a teremtményi boldogságot, a szépséget, az igazságosságot, a teremtményi jóságot, a kötelességteljesítést, valamint azt, hogy a teremtmények megfelelnek annak, hogy Istent és felbarátainkat úgy szeressék, mint önmagukat. Magyarán azt kezdi el jóvá tenni a világot, hogy ezek megvannak benne, ezek a jóvá tevő good making minőségek. Hát így szépen nő a világban levő jóság és a világ jósága is. Vannak viszont bad making, azaz rosszátevő minőségek. Ezek a szenvedés, a fájdalom, az elutasítottság Istennel szemben, vagy elutasítás Istennel szemben, a gyűlölet és a bűn. Ezek húzzák vissza a jó világnak az értékét. A harmadik tézis, hogy Isten jó, legnagyobb jó, végtelenül jó, Isten jósága korlátlan. Ugye azért fontos ezt leszögezni, mert ugye az ateista érv a rosszba vett érve arról, hogy egy tökéletesen jó Isten léte összeegyeztethetetlen a világban levő rosszal, ugye Planting felveti, a harmadik tézis, Isten jó. Végül pedig a megtestesülésből és az engesztelésből eredő állapot jó, tehát az, hogy Isten emberé lett és kiengesztelt az atyát, ez az állapot jó,
A második legnagyobb jó Isten után, azért, mert ez kontingens, tehát Isten megtehette volna, hogy nem teremt világot, és így nem kell megtestesülnie Krisztusnak, ezért ez egy kontingens jó, de mégis végtelenül jó, sőt a megtestesülés és engesztelés értéke nem mérhető teremtményi javakkal. Tehát azután, hogy Isten jó, azután a legjobb jó az, hogy Krisztus emberített és emberé lett, és kiengesztelte Istent. Na most, ez annyira jó, ez a megtestesülés és engesztelésből eredő állapot, hogy bármilyen mennyiségű rossz legyen a világban, mindig a mérleg serpenyőjét a jó felé fogja billenteni. Tehát akkora súlya van a megtestesülésnek és az engesztelésnek, hogy nincs az a rossz, ami afelé tudja billenteni a mérleget, hogy a világunk inkább rossz, mint jó. Tehát mindig egy nagyon jó világ javára billenti az összmérleget. Míg Plantinga bevezet három felvetést, aminek mindegyikét elfogadja, de csak a legerősebbet alkalmazza az ő érvére, és nincs időnk, de ilyen csak a legerősebb és a leginkább ismert felvetését szeretném nektek bemutatni, egy értékfelvetést, az erős értékfelvetést, ez még kell az érv ismereté. Ez elég erős értékfelvetés, magyarán az érvnek a magja, azt akar, hogy bármely lehetséges világ, ami tartalmazza a megtestesülést és az engesztelést jobb, mint bármely lehetséges világ, amiből hiányzik a megtestesülés és az engesztelés. Mit jelent ez? A lehetséges világok koncepciója, azt akarja, ez egy filozófia, analitikus filozófiai fogalom, olyan világok, amik nem léteznek, vagy nem léteznek a valóságban, de létezhetnének, tehát mondjuk létezhetne egy olyan világ, amiben én nem tartok most szemináriumot nektek, de nem létezik, mert a tényleges világunkban van ilyen, de egy lehetséges világ, amiben én nem tartok szemináriumot. A mi világunk is egy egyébként a lehetséges világok közül csak megvalósult világ. Szóval ez egy filozófiai koncepció, és azt mondja Plantinga, hogy bármely lehetséges világ, amiben Krisztus emberé lesz és kiengeszti az atyát, jobb, mint bármely lehetséges világ, amiből hiányzik ez. Tehát ha Isten teremtett volna egy olyan világot, amiben mondjuk C.S. Lewis képével élve, hogyha valaki baseballütővel meg akarna bennünket ütni, akkor az hirtelen ilyen szivacsá változna, vagy gumivá változna, és nem fájna nekünk, vagy hogyha valaki csúnyát akarna ránk mondani, akkor a szavak, amik elhagyják a száját, mire a fülünk közjutnak, valami széppé változnak. Van egy olyan világot, amiben nincs bűn, romolhatatlan, tökéletes. Egy ilyen világnál is jobb az a világ, amiben van bűn, és Krisztus emberé lesz, és kiengeszteli az atyát. Ez tehát az erős értékfeltevés. Ebből következik Plantingának az érve, és mivel nem mutatom be Plantinga három értékfeltevését, így a három lehetséges teodíciája közül is, csak azzal foglalkozom, ami erre épül. Tehát Plantinga érve, Isten célja egy olyan világ megteremtése, amely a jó értékek hatalmas szintjére emelkedik. Az erős értékfeltevés alapján ezt az értékszintet csak azok a világok érhetik el, amelyben jelen van a megtestesülés és az engesztelés. Viszont a megtestesülés és engesztelés tartalmazó világok olyan világok, amik magukban foglalják a bűnbeesést, a bűnt és a bűn következményeit, a rosszat és a szenvedést. Tehát ha Isten a legjobb lehetséges világot akarja megteremteni, akkor olyan világot teremt, ami tartalmazza a megtestesülést és engesztelést, ehhez viszont a bűnre és a rosszra van szükség. Ez tehát Plantinga érve, és ennek fényében Plantinga azt állapítja meg, hogy ha egy teodicea kísérlet arra, hogy megmagyarázzuk, miért engedi meg Isten a rosszat, akkor itt egy teodiceáról van szó, és hogyha igazam van, mondja Plantinga, akkor egy sikeres teodiceáról. Mondjuk ez egy érdekes állítás, tehát ha igazam van, akkor jó az érvem, ha nincs igazam, persze, akkor rossz az érvem, tehát akkor egy sikeres teodiceáról van szó, hogyha Plantingának igaza van. Ebben a tanulmányában Plantinga foglalkozik három ellenvetéssel, amit fel lehet hozni erre az érvre, és mind a hármat meg is válaszolja. Azért foglalkozik ezekkel, mert szerint ezek azok, amiket a leggyakrabban felhoznak majd az emberek az ő érvével szemben. Nézzük meg röviden ezt a három ellenvetést. Az első ellenvetés azt a kérdést feszegeti, hogy miért engedi meg Isten a bűn és a rossz mellett a szenvedést is. Tehát miért ne lehetne az, hogy van egy bűn, ami ugye keresztények szerintünk a bűn Isten törvényeinek való engedetlenség, de ez a bűn nem feltétlenül kell járjon
test és lelki szenvedéssel. Miért ne lehetne úgy bűn a világban, és így Krisztus megtestesülése és engesztelése, hogy emellett mi lelkileg vagy testileg nem szenvedünk. Jó, erre az ellenvetésre azt a választ adja Plantinga, hogy azért, mert többségében szabad teremtmények által elkövetett bűn és a rossz szenvedést okoz, tehát, hogyha elkövetünk valami bűnt és rosszat, akkor szenvedés a következménye többségében is, mert a szenvedés több szempontból is fontos, instrumentális jó. Az instrumentális jó egy olyan jó, ami eszköz valami másik jó eléréséhez. Tehát azért lesz valami instrumentálisan jó, mert az eszköz, hogy elérjünk valami másik jót. Például instrumentális jó vezethet egy másik instrumentális jóhoz, vagy egy belső jóhoz. Oktatás például az egy instrumentális jó, mert gazdagsághoz vezet. Ugye, hogyha valaki mondjuk jó egyetemen tanul, akkor jó munkája lesz, tehát gazdag lesz. A gazdagság sikerhez vezet, a siker boldogsághoz vezet, tehát az oktatás egy instrumentális jó. Ilyen a rossz is, illetve a szenvedés is egy instrumentális jó, mert valami jobbhoz vezet. Mondjuk akár bennem levő szenvedés megerősítheti az Istennel való kapcsolatomat. A második ellenvetés szerint ugye az a kérdés, hogy miért enged meg Isten sok szenvedést és rosszat? Tehát ugye megengedi, jó, tegyük fel, hogy megengedi a szenvedést, elfogadjuk Planting a válaszát, de miért ennyi szenvedés, és miért ennyi rossz van? Miért egy kicsivel kevesebb rossz van a világban? Ugye erre az egyik logikus válasz az előző alapján, hogy azért, mert még ez a mennyiség is, amennyit mi bírunk a világtörténelem kezdete óta, ez a mennyiség is lehet instrumentálisan jó. Tehát nem mondhatjuk azt feltétlenül, hogy ez túlzóan sok szenvedés, ami a világunkban van. A második válasz szerint, Plantinga szerint azért, hogy az, hogy szabadok legyünk, lehet, hogy épp ennyi szenvedést tesz szükséges. Ugye Plantinga elfogadja a szabad akaratot, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy mi valóban szabadok legyünk, ahhoz kell ennyi szenvedés. Végül pedig, és ez szerintem a legmeggyőzőbb, azt mondja Plantinga, hogy talán azért kell ennyi szenvedés, mert a szenvedésnek és a gonoszságnak el kell érni egy bizonyos küszöböt, mielőtt a megtestesülés és az engesztelés megfelelő reakció lenne. Tehát lehet, hogyha egyel kevesebb szenvedés lenne a világban, akkor Krisztus testélétel és engesztelés egy túlzó reakció lenne. Hogyha pedig több lenne a világ, több szenvedés lenne a világban, akkor kis reakció, vagy nem elégséges reakció lenne. Tehát ez pont annyi mennyiség, amennyi kell az engeszteléshez és a megtestesüléshez, ahhoz például ne groteszk módon túlzó válasz legyen. A harmadik ellenvetés pedig, amivel Plantinga foglalkozik, ugye az a kérdés, a harmadik ellenvetés szerinti kérdés az az, hogy miért tekintsük ezt az egészet, vagy miért tekintsük ezt az egészet egy kimagasló vagy nagy jónak, ahogyan Plantinga látja, és miért nem mondjuk a Münchhausen-szindróma, a rémálom szilikozmikus változatának. Nem tudom, ki hallott a Münchhausen by proxy szindrómáról közületek. Nagyon egyszerűen képzeljétek el egy anyát, aki azért betegíti meg a gyermekét, hogy aztán gondoskodónak tűnjön mellette, és az elismerést megkapja a környezetétől, hogy mennyire önfeláldozó, szerető anya, miközben ő maga betegítette meg a gyermekét. Ez a Münchhausen by proxy szindróma. Röviden is, az az ellenvetés, hogy Isten is pontosan ugyanilyen, vagy milyennek tekintetnénk ezt az egész sztorinkat a világban, ugyanilyennek. Isten megteremti az embereket benne egy csomó szenvedéssel, hogy aztán bezsebelje az engesztelő és megváltó és emberi levő, és az ebből járó elismerés azért, hogy engesztelt, megváltott és emberi lett. Értünk. Miért nem ez a helyzet? Az, hogy a Plantinga, hogy az, hogy Isten így rendezte a világot, az nem jár valami teremtményekkel szembeni tisztességtelen vagy megengedhetetlen bánásmóddal, vagy a teremtményei iránti tökéletlen szeretetének vagy szeretet semmilyen esetével. Annak ellenére, hogy Isten megengedi, hogy a saját céljaiért szenvedjenek mondjuk az emberek, nem pedig a saját javukra, tehát ne azért szenvedjünk mi, mert nekünk valami jó lesz belőle, hanem csak Isten céljáért. Miért? Azért, mert, és mondja Plantinga, és ez a lényeg ennek a válasznak, hogy talán Isten tudja, hogy a teremtményei, tehát mi, ha átlátnánk az ő egész tervét, és rendelkeznénk megfelelő mennyiségű információval és megfelelő kognitív képességekkel, akkor mondjuk, és Isten kikérdezne bennünket a világ teremtése előtt, hogy figyeljetek, én megteremtelek titeket, szeretnétek ezt, akkor az emberek azt mondják, hogy igen.
Tehát ha minden infót ismernénk, akkor beleegyeznénk abba, ami történik velünk. Vagy mondja Plantinga, talán ezek a teremmények, tehát mi kapunk közvetlenül valamilyen módon kompenzációt. Tehát ugye, mennybe jutunk, és ugyanígy az állatok is akár, akiknek van lelkük, és szenvednek a mennybe jutnak. De hát közvetlenül Isten kompenzál bennünket. Ez tehát a három ellenvetés, amit Plantinga megfogalmaz, de jön még néhány kritika kívülről is, mert nem Plantinga fogalmazott meg, Marilyn McCord-tól, bocsánat, Kevin Dillertől és Marilyn McCord Adamstől, és ez az a utolsó három kritika, amit a Felix Kupával szemben meg szeretnék említeni. És szeretném, hogyha ezeket megnéznénk, és akár utána ezekről beszélgetnénk. Az első ellenvetés a megtestesülés és az engesztelés viszonyával kapcsolatos. Ez azért érdekes, mert teológiailag is nagyon sok kérdést felvet számunkra. Azt a kérdést feszegeti Kevin Diller, hogy Plantinga miért tartja olyan nagyra a megtestesülés és az engesztelés értékét. Ugye a Plantinga tanulmány alapján mondhatnánk azt, ugye Diller hozza még ezt, hogy azért lehetne ilyen nagy ennek az értéke, mert a megtestesülés és az engesztelés egyszer eredményezi az Istennel való jelentősen megnövekedett intimitás elképesztő jóságát és Isten önfeláldozó szeretetének rendkívüli jó megnyilvánulását azok iránt, a teremtmények iránt, akik fellázadtak ellene. Tehát, itt mond ezzel, ez a kettő egyszerre kell, hogy eredményezze mindazt a jót, amit mi kapunk, és ami a lázadásunk helyreállítása következtében velünk történik. Viszont, és itt jön a probléma, hogy a megtestesülés és az engesztelés logikailag függetlenek egymástól. Tehát Isten megtestesülhetett volna anélkül, hogy engesztel. Kiengeszteli az atyát. Ugye Krisztus eljöttett volna a földre, anélkül, hogy megváltott volna bennünket. És fordítva is, bár ez több teológiai problémát okoz, vagy kérdést vet fel, de Isten kiengesztelhette volna saját magát, az emberiség bűneit, úgyhogy nem lesz emberré. Tehát ezek logikailag függetlenek egymástól, és egyedül az engesztelést kell nekünk elfogadnunk ahhoz, hogy válaszoljunk arra, hogy honnan rossz és a szenvedés a világban, és megadjuk mondjuk a Felix Kulpa válaszát Plantingának, tehát nekünk csak az engeszteléshez van szükség, engesztelésre van szükségünk a válaszhoz, de a megtestesülés az, ami mindezt a sok jót eredményezi. Ez tehát a kritika. Tehát pont az a baj, hogy igazából a válaszhoz az engesztelés kell, viszont a sok jó az a megtestesülésen keresztül jön. Mi lehet erre a lehetséges válasz? A lehetséges válasz az egyik az az, minden leengesztelés tartalmazó világ, egyben megtestesülés tartalmazó világ is. És ez az egyik, a másik pedig, hogy minden lehetséges világ, ami tartalmazza az engesztelést, jobb, mint minden lehetséges világ, amiből hiányzik az engesztelés. Magyarán ez a második idézet azt mondja, hogy az engesztelés torony magas, és nagyszerű javainak az értéke önmagában is megérdemli azokat az elismeréseket, amiket a korábban a megtestesülés és az engesztelés együttesen kapott. Magyarul mondhatnánk azt, hogy Plantinga érvét revideáljuk, és azt mondjuk, hogy a lehetséges legjobb világ nem kell, hogy tartalmazza a megtestesülést, elég csak az engesztelést tartalmazza, és azt annyit mondunk, hogy az engesztelést tartalmazó lehetséges legjobb világ, vagy engesztelés tartalmazó világ, a lehetséges világok legjobbika. Tehát magyarán elvetjük egyszerűen a megtestesülés értékeit. A második teológiai ellenvetés, a teológia eszerint a Felix Kulpa megközelítés tévesen azonosítja az Istennel való megfelelő kapcsolat relatív értékét az Isten irántunk való szeretetének megnyilvánulásával, amennyiben ez a teodícia azt állítja, ez elsőre hallás egy kicsit bonyolult lett, de mindjárt megmagyarázom, ez a teodícia azt állítja, hogy az előbbi kapcsolat feláldozása, tehát az Istennel való megfelelő kapcsolat relatív értéke, ez az első, és az Isten irántunk való szeretetének megnyilvánulása, a kapcsolat relatív értéke, tehát ez az első, ennek a feláldozása megfelelő ár azért, hogy megalázkodjunk, megdöbbenjünk, és hasznot húzzunk a szeretet utóbbi megnyilvánulásából, tehát a Isten szeretetének megnyilvánulásából, amelyet valamilyen különös okból csak az engesztelés útján lehet közölni.
Ez így elsőre elég bonyinak tűnhet, de hogyha megnézzük azt, hogy mik erre a lehetséges adható válaszok, szerintem azon keresztül sokkal világosabb lesz, hogy mit is fogalmazott meg ezzel Diller. Azt válaszolhatnánk erre a felvetésre, hogy ez a kapcsolat, illetve az Isten való megfelelő kapcsolatunk lehet a legjobb jó az életünkben. És ez a legjobb jó az életünkben felülír minden más emberi jót. És ezt a kapcsolatot megszakíthatjuk, vagy annak érdekében, vagy az időleges megszakítása annak érdekében, például ugye a bűneset által és a szenvedés által elszakadtunk Istentől, ennek a megszakítása annak érdekében, hogy mi lázadó teremtmények utána, az engesztelés után megtapasztaljuk Istennek a nagyobb szeretetét és közelségét, ez elfogadható. Magyarul simán megengedhető Isten részéről az, hogy elhagyjon bennünket, eltávolítson minket magától, csak azért, hogy aztán sokkal nagyobb jót kapjunk utána, ugye az engesztelésen és a testetöltésen keresztül. Jó. A második lehetséges válasz szerint nem csak az ilyen isteni szeretet megnyilvánulása adja az engesztelés legfőbb értékét, hanem valami másnak a jelenléte is. Magyarul itt van az engesztelés, ami nekünk adott valami jót, és ezáltal a lehetséges legjobb világot elértük, de ebben a lehetséges legjobb világban valami más is adhat nekünk jót, nem pusztán az engesztelés. És az utolsó, és szerintem ez az egyik leginkább átérezhető ellenvetés számunkra, az a horror mértékéhez kapcsolódik, amit ebben a világban tapasztalunk, és azzal vádolják Plantingát, hogy igazából ő nem értékeli elég nagyra, vagy nem veszi elég komolyan azt a sok szenvedést, amit ebben a Földön tapasztalunk, akár mi emberek, akár egyébként, ha az állatvilágra tekintünk, az állatok. De ezek a borzalmak, amiket minden nap tapasztalunk, annyira rombolóak, annyira károsak, mondjuk akár számomra, vagy bárki számára, aki él ebben a világban, hogy minden olyan rossz, ami történik velem, azt kompenzálni kell, de oly módon, hogy visszaadja ez a kompenzáció az én életemnek az értékét, és Isten felmentse a szeretetlenség vagy irgalmatlanság vágya alól. Magyarán azt mondják, hogy Isten nem kompenzál bennünket annyira, amennyi szenvedést mi elszenvedünk itt az életben. És Plantinga nem veszi figyelembe, hogy a szenvedés mértéke sokkal nagyobb, mint amilyen kompenzációt aztán majd a végén kapunk. Erre válaszolhatjuk azt, hogy megmutatjuk, hogy hogyan teszik mégis lehetővé az engesztelés tartalmazó világok, hogy a horror részvevői Isten tökéletes szeretetéhez és irgalmához méltó módon személyes kárpótlást kapjanak. Tehát mondjuk keresztényként azt a koncepciót fogadjuk el, hogy a mennyországban levő örök boldogságunk az akkora öröm és olyan sokáig tart, hogy felülír minden időleges szenvedést. És vagy azt adjuk hozzá, vagy az engesztelés legfőbb értékéhez hozzáadunk valami mást is, tehát az engesztelés mellett egyébként kapunk egy csomó jót is, aminek a jelenléte tulajdonképpen balanszba hozza ezt az egészet. A másik válasz alapján mondhatjuk azt, hogy a tökéletes szeretet és irgalom nem csak azzal összeegyeztethető, hogy egy személytől olyan célokért követeljek meg szenvedést, amelynek nem kapcsolódnak a saját javához, tehát mondjuk az én javam, engem nem épít az a szenvedés, amit Istentől kapok, hanem azzal is összeegyeztethetőek ezek a vonások, hogy ez a szenvedés kiterjedjen arra, hogy a földi életben tönkre mennek, és talán bizonyos esetekben, mármint maguk az emberek elkárhoznak. Tehát magyarán az isteni engesztelés mértéke olyan nagy lehet egyes emberek számára, hogy az kompenzálja azt is, hogy más emberek viszont itt a Földön akár tönkre mennek, vagy egyébként ott az örök életben el is kárhoznak. Ez hát Plantingának a Felix Culpa érve. Szerintem ez egy jó érv abban az értelemben, hogy legalábbis meg tudjuk vele mutatni azt, hogy az, hogy Isten megengedi ebben a világban a szenvedést, vagy bizonyos szenvedést ad nekünk, az tényleg szükséges ahhoz, hogy Krisztus emberré legyen, és megváltson bennünket, és mi ezt keresztényként tudjuk, hogy ennél jobb nincsen valójában, és itt tulajdonképpen egy
pillanat alatt el tudunk jutni az evangéliumhoz. Ugye, ha gondolkodunk olyan érveken, amiket általában a apologetika kapcsán felszoktak hozni, mint a kalámér, vagy a finom hangoltságból vett ér, ezek az érvek igazából nem vezetnek el bennünket az evangéliumhoz. Ez az érv viszont pillanatok alatt konklúziaként igen. Tehát van egy Isten, aki annyira szeret bennünket, hogy emberé lesz és megvált minket, és nekünk, számunkra ez jobb, mint hogyha egy olyan életet élnénk, amiben nincsen halál, szenvedés, vagy éppen kárhozat. A kérdés az az, hogy kellenek-e nekünk ezek az érvek. Itt vannak ezek az érvek, de igazából van-e egyáltalán olyan érv, ami kényszerítő lehet bárki számára? Tehát ha elmondjuk nekik ezt az érvet, meg szépen megtanuljuk és felkészülünk, akkor racionálisan meg kell-e, hogy ez győzzön bárkit. És azt mondhatjuk, hogy nem. Tehát szerintem nincsenek kényszerítő erejű érvek. Tehát nincs olyan érv a világon, amit ha elmondunk és levezetünk, azt minden racionális embernek el kellene fogadnia. De akkor mihez kezdjünk ezzel az egész helyzettel? Ha nincsenek kényszerítő érveink, sőt mondhatjuk azt, Plantinga például azt mondja, hogy igazából nincsenek egyáltalán jó Isten érvek, nem csak hogy kényszerítő erejek nincsenek. Jó érveink is nincsenek, ki az az egy talán, amit ő kidolgozott, a modális ontológiai Istenért. Persze kicsit karikírozom az ő felfogását, de tényleg azt mondja, hogy haszontalanok ezek az érvek. Ha nincsenek jó érveink, akkor ettől függetlenül hihetünk-e jogosan Istenben? Ugye visszakanyarodva az előadás elejére, ahol ugye említettem azt a kritikát, amit a felvilágosodás során megkapott, és azóta is megkap a kereszténység, és mindenki egy nézetet, világnézetet például csak akkor racionális elfogadni, azt megfelelő érvek támasztják alá. És úgy gondolom, Plantinga nyomán többek közt, hogy bár szükségünk van érvekre, de mivel nem kényszerítőek, ezért találtunk egy olyan utat, ami kapcsán mégis azt mondhatjuk, hogy Istenben hinnünk racionális. És ezt egyébként egy ateistának is, vagy nem hívőnek is el kell fogadnia. Magyarán a hívők intellektuális szempontból nézve akkor is jogosan hisznek Istenben, ha teljességgel képtelenek bármi nevű érvel előállni. Mari néni a templomban, 80 éves, és 80 éve jár templomba, és egyetlen Isten érvet sem ismer, és mégis racionálisan hisz Istenben. Ugye Anthony Flew, akinek a láthatatlan kertész példázatát idéztem, és aki ateista filozófusból lett deista vagy teista filozófussá, ő mondta azt, hogy ha elkívánjuk fogadni, hogy Isten létezik, akkor ebbéli hitünknek szilárd alapokon kell nyugodnia. Amíg és ha csak nem tudunk rámutatni ilyen alapokra, a szószoros értelmében semmi okunk sincs inni. Ebben az esetben pedig kizárólag a negatív ateizmus vagy az agnoszticizmus álláspontját tekinthetjük észszerűnek. Ez tehát a klasszikus ateista felvilágosodás utáni program. Plantinga viszont azt mondja, hogy semmilyen érv nem kényszeríti ránk ezt az álláspontot, és a hívőknek nem szükséges ismerni semmiféle istenhitet azért, hogy így nyerjen garanciát az Istenbe vetett hitére. Ugyanis, mondja Plantinga, az egész istenhitet önmagát megalapozónak tekinthetjük. Tehát, ami istenhitünk ugyanúgy és ugyanazért racionális, mint azok a meggyőződéseink, amik nélkülöznek minden észérvet, és mondjuk pusztán az emlékeinkre, vagy az alapvető meggyőződéseinkre támaszkodnak, emlékezetünkre, érzékelésünk és hasonlókra. Például, emlékeztek arra, hogy mit reggeliztetek ma? Igen. Tudjátok, hogy reggeliztetek ma? Amikor ezt kimondtátok, végig gondoltatok racionális érveket, amellett, hogy én miért emlékszem arra, és milyen érveim vannak arra, hogy én mit reggeliztem, és hogy reggeliztem egyáltalán? Nem, csak előhívtunk egy emléket. Amrus nem bólogat, lehet, hogy te így elkezdtél egy érveket felsorni magadban, de nem hiszed, hogy általában ezeken nem gondolkodunk el, mégis igaznak fogadjuk el őket, mert támaszkodunk az emlékeinkre. Vagy ugyanígy soha, nem tudom, van olyan köztetek, aki valaha... Van olyan köztetek, aki tudja, hogy kik a szülei? Van.
Elgondolkoztatok-e valaha ezen racionálisan, hogy az én csináltam-e valaha mondjuk DNS vizsgálatot? Vagy gondolkoztam-e azon racionálisan, hogy az én szüleim miért a szüleim? Persze ez nem ugyanaz, mint amikor gyerekként így menekülünk, és azt mondja, hogy te is vagytok a szüleim, és el akarok otthonról menni. Hanem egyszerűen elhiszük, hogy a szüleink, és úgy gondoljuk, hogy racionálisan gondoljuk azt, hogy a szüleink, de mégsem. Támasztjuk azt a ráérvekkel. Azt mondja Plantinga, hogy az Isten hit is ilyen. Miért ne lehetne ilyen? Mert hogy nem a bizonyítékok erőssége fogja meghatározni azt, hogy racionális elfogadni egy álláspontot, mint ugyan a szüleink vagy a reggelink esetében, hanem az, hogy hogyan alakult ki az a meggyőződésünk. Tehát hogy került a fejembe ez a meggyőződés? Attól függően lesz racionális, vagy nem racionális, vagy pontosabban irracionális. Az a fontos, hogy milyen körülmények közt és hogyan jött létre. Mert egyébként képtelenség is lenne mindent racionális bizonyítékokkal alátámasztani, hiszen hogyha azt mondom, hogy van egy állításom, ez mondjuk egy állítás, amit alátámasztok három bizonyítékkal, akkor felmerül a kérdés, hogy ezt a három bizonyítékot én mivel támasztom alá? Az első bizonyítékot megint hárommal. De akkor aztán abból a háromból az elsőt mivel támasztom alá? És így kapunk egy olyan végtelen láncolatot, ahol soha nem jutunk el az alapokig, de valahol meg kell állnunk a racionális érvelésben. Hát maga ez a követelmény is, hogy mindent racionálisan kell megalapoznunk ahhoz, hogy az elfogadható legyen érvekkel, ez önmagában sem áll meg. Ezért mondja azt Plantinga, hogy nem az számít, hogy milyen erős érveink vannak akkor, amikor arról beszélünk, hogy az Isten hit például racionális-e. Két kritériumnak kell megfelelnie a mi hitünknek. Az egyik, hogy pontosabban a hitünk racionalitásának, és minden egyébként racionális meggyőződésnek működjenek megfelelően azokban a helyzetekben a kognitív képességeink, amikor meggyőződéseket hoznak létre bennünk, itt a kognitív képességünk lemaradt, tehát magyarán az én agyam működjön rendesen akkor, amikor létrejön bennem valami meggyőződés, és ne legyek mondjuk alkoholos állapotban, vagy bedrogozva, hanem legyen normálisan működő. A másik pedig legyen arra tervezve, vagy legyen arra orientálva, mondjuk akár az evolúció kapcsán is, tehát nem kell egy Isten, nem kell a tervezés kapcsán azon Istenre gondolni, legyen arra orientálva a mi kognitív képességünk, hogy bizonyos körülmények közt igaz meggyőződéseket hozzanak létre bennünk. Jó, tehát ez a második is remélem, hogy érthető, az legyen a célja a mi felfogásunknak, az emlékezésünknek, a memóriánknak, mindennek, ami egyébként létrehoz meggyőződés bennünk, hogy az igazságra vezérjen bennünket, vagy igaz meggyőződéseket hozzon létre bennünk. Jó. Egyébként, mivel, mondja Plantinga, a kereszténység azt vallja, hogy így van orientálva, ami képes, így vannak orientálva a mi kognitív képességeink. Tehát Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy igaz meggyőződéseket produkálnak ezek bennünk, és képesek legyünk megismerni, és képesek legyünk felismerni Istent, ugye neki ez a célja a mi teremtésünkkel. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a keresztény hitünk és Isten ismeretünk az racionális. Ezt nevezi Calvin János belénk ültetett Isten érzéknek, vagy sensus divinitatisnak. Tehát Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy legyen egyfajta érzékünk, és így ezáltal az érzék által felismerhessük azt, hogy kicsoda is Isten. De vajon észszerű-e a bizonyítékok vagy érvek hiányában hinnünk abban, hogy Isten ilyen kognitív képességeket teremtett bennünket? Ugye abban indultuk ki, hogy nincsenek bizonyítékaink és nincsenek érveink. Akkor mi alapján hiszünk abban, hogy Isten olyannak teremtett bennünket, hogy érvek nélkül is Isten hitünk legyen, és lehet ez az identitásunk, illetve keresztény hitünk alapja. Három érvet hozhatunk fel nagyon röviden ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nagyon kevés ember van, aki képes helyesen átlátni és értékelni a legtöbb Isten érvet. Lelkészek is vannak itt, bemegyünk a templomba, és azt mondom Mari néninek, hogy itt van a kalám kozmológia, Isten érve, ehhez kapcsolódik halmazelmélet, matematika, kozmológia, filozófia, a végtelenek problémája. Itt ez a könyv, tessék elolvasni és megérteni. Mari néni valószínűleg nem fogja ezt megérteni. Elég kevés ember van, aki ezeket az érveket teljességben átlátja, vagy legalább egy érvet átlát, és meg tud érteni. Márpedig nem valószínű, hogy Isten olyan magas kritériumokat, ilyen magas kritériumot állított volna számunkra az ő megismerése kapcsán. Sőt, valószínűleg a legtöbb teista filozófus nem az Isten érvek hatására jutott el a keresztény hitre. Tehát kevés ember van, aki érti ezeket az érveket. Aztán nem úgy tűnik, hogy Isten úgy nyilatkoztatta ki magát nekünk, hogy az ő megismerése függ
a teista istenérvekről. Megint Mari néni soha nem fog eljutni odáig, hogy megértse mondjuk a kalám kozmológiai érvet. Márpedig, hogyha Isten azt mondaná, hogy csak az üdvözület is ismerhet meg engem, aki ezeket az érveket megérti, hát akkor nagy bajban lennénk. Ugye ezért mondja azt Calvin János, hogy Isten nem emelt ilyen akadályt közénk és önmaga közé, hanem ellátott bennünket egyfajta istenérzékkel. Azt mondja, nem vitás, hogy valamiféle természeti ösztökeként megvan az emberi értelemben az istenség értelmi érzékelésének képessége. Maga Isten oltotta az értelmünkbe önnen istenségének valamiféle megértési készségét, nehogy valaki is tudatlanságra hivatkozva mentegesse magát. Ugye? Hát Istenem, én azért nem hiszek benned, mert hát nem volt annyi eszem, hogy én ezeket felfogjam, úgyhogy légy szíves, ne kárhoztass el, körülbelül ezt mondja itt Calvin. Ezt az ismeretet, mert az Isten ismeretét emlékezetben tartja, és cseppenként adagolva mindig gyarapítja. Sőt, a hitetlenek, akik Isten ellen dühöngve hadakoznak, de félelmétől mégsem tudnak szabadulni, makacságukkal szolgáltatnak bizonyítékot arra, hogy Isten létezésének tudattával születünk. Az elmondottakból azt következik, hogy ez nem olyan tudás, amit először az iskolában tanítanak, hanem olyan, amely már az anyaméhben a tanítómesterünk, és amelyet a természet sem enged elfeledni, noha sokan minden idegszálukkal erre törekednek. Tehát Calvin szerint mi emberek nem azért vagyunk elszámoltathatóak Istennel szemben, mert megismertük ezeket az érveket, és nem találtuk meggyőzőnek őket, vagy meggyőzőnek találtuk őket, és nem azért fog egy ateista büntetést kapni, mondjuk a kárhozatot, mert őt nem győzték meg az Isten érvek. Ez egy tévképzet, hanem azért, mert elfojtották azt az igazságot, amit Isten táplált az ő elméjükbe. Tehát, hogyha Isten, ezek után logikus feltételezünk azt, hogyha Isten teremtett bennünket ezekkel a kognitív képességekkel, amikkel most rendelkezünk, és ezek többségében megbízható hiteket produkálnak úgy, hogy nincs szükségünk bizonyítékokra, akkor olyan kognitív képességekkel is ellátott bennünket, ugye ez az előzőnek a példája a reggeli, vagy az édesanyánk, akkor Isten olyan kognitív képességekkel is ellátott bennünket, amik Isten hitet produkálnak anélkül, hogy bizonyítékokra lenne szükségünk. A harmadik érv pedig, hogy az Istenbe vetett hit inkább olyan, mint egy másik emberbe vetett hit, nem pedig olyan, mint egy tudományos elméletbe vetett hit. Hát ez viszonylag egyértelmű, ugye a hit maga is bizalom, szívbéli bizodalom, már pedig bizodalmat nem egy elmélet vagy egy képlet iránt érzünk, hanem egy másik ember iránt. Tehát a hitünk az inkább a másik emberben való bizalom, éppen ezért nem lehetnek kizárólagosan az érvek, mint egy tudományos elmélet, vagy mint tudományos elméletek a hitnek magának a követelményei. Persze mindez nem jelenti azt, hogy az Istenbe vetett hit, és ez a konklúzióm, és a keresztény identitásunk ne lehetne bizonyos esetekben bizonyítékokon, vagy érveken alakuló hit. Van olyan, akit a bizonyítékok győznek meg, és erre alapozza a hitet. Ugye a Szentlélek használja ezt eszközként, tehát ez az, hogy a református episztemológia igaz, az nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jók az érvek. És ugye, ahogy mondtam, nincsenek szerintem kényszerítő erejű bizonyítékok Isten létére, és azért nem kényszerítő erejűek, mert nem várhatjuk el, hogy az mindenkit azonnal automatikusan meggyőzön, sőt, az ateisták is, ha csak az érveket rakjuk ki az asztalra, meggyőző érvekkel bírnak, akár a rossz, akár a rejtettségbe vetett érvek. Ezek egészen meggyőző érvek tudnak lenni. De egyik oldalon sincsenek kényszerítő erejű érvek. Továbbá keresztényként hiszem azt, hogy azt az Isten érzéket, amiről eddig beszéltünk, a sensus divinitatis, ezt eltorzította bennünk a bűn. Ádám és Éva bűnösödött folytán, ugye bűnben születünk, bűnben fogadunk, bűnben születünk, és azt azért nem ismerjük fel Istent, mert ez a sensus divinitatis a bűn által eltorzult bennünk, és Krisztus, amikor elfogadjuk Krisztust, és a Szentlélek meggyőz bennünket arról, hogy Isten létezik, akár érveken keresztül, akkor ez az eltorzult Isten érzék helyreáll bennünk, és elkezdjük Istent megismerni, megtapasztalni, és úgy látni őt legalább részben, ahogyan azt a bűn nélkül tennénk, a természetes teremtettségünknél fogva. Éppen ezért az összes miatt az Istenbe vetett hitnek nem intellektuális akadályai vannak a legtöbb esetben. Tehát hiába mondja valaki azt, hogy ő azért nem hisz, mert nem győzik meg az érvek, azért ha mélyre megyünk ennek, azt látjuk, hogy inkább azért nem hisz, mert valami morális akadálya van
tegyük fel, de ezt magunkra nézve is mondhatjuk, mondjuk a bűnben él, és ő egyébként nagyon élvezi azt, és szeretne ebben megmaradni, és tudja azt, hogy ha Istenben hinne, akkor ezt az erkölcstelen életmódját fel kellene adnia, és éppen ezért inkább marad ateista, mert ezt nem akarja levetkőzni. Morális akadályok vannak. És éppen ezért bennünket, vagy bárkit inkább az fog meggyőzni Isten létéről, hogy elfogadjuk azt, hogy kik vagyunk mi, hogy limitáltak a képességeink, hogy nem vagyunk képesek mindent átlátni, és nem vagyunk képesek mindent megérteni. És inkább ez vezet el bennünket az Isten hitre, mint a teista bizonyítékok. Hogyha egy hegy tetején állunk, és felnézünk a csillagos égre, vagy hogyha egy olyan mély élethelyzetbe kerülünk, akár egy válás, akár bármi folytán, amiben meglátjuk a mi elesettségünket, vagy akár egy igehirdetés, ami meggyőz bennünket a bűneinkről, ezek vezetnek el Istenhez, a megalázkodáshoz, és annak elfogadásához, hogy ezt nem vagyunk képesek átlátni, nem vagyunk képesek ebből kimászni. Persze, mondom, ismételten bizonyítékokra, vagy legalábbis jó érvekre szükségünk van, Istent ezek által jobban megismerjük, mások elől elgördíthetünk akadályokat, ugye, mint a hit, mint az ajtó, amin be kellene lépniük, és az ajtó előtt rengeteg szikla van, ezeket szépen elkezdhetjük elgörgetni, de a végén a Szentlélek lesz az, aki az utolsó lépést megadja nekik, aki átlöki őket ezen az ajtón, és ezt teheti egyébként Isten érvek segítségével, illetve észérvek segítségével is. És ami az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban az az, hogy ezek az érvek is bizonyítják, és nem csak az a kettő, amit bemutattam, hanem számos Isten ért, hogy azért a teizmus és így a kereszténység is jó és erős kihívója az ateizmusnak és a naturalista rendszereknek. Tehát nem valami szentimentális rajongás a mi hitünk, hanem megáll a világban, mint egy jó versengő világnézet minden mással szemben.